Többek között így készfogással terjednek a kórokozók. Ezt játszották el a tamási általános iskolások azon az interaktív szakmai napon, ahol megtudhatták, mennyire sikerült lemosniuk magukról a baktériumokat, és melyek a helyes kézmosás lépései. Kézkrémmel ugye megdörzsöltem a kezem, és ez a kézkrém teli volt ugye bacillusokkal, és így megvilágítottuk, és láthattuk a bacillusokat. És utána leteszteltük, hogy milyen jól tudunk kezet mosni, és utána hogy sikerült? Hát nem annyira jól. A gyerekek arról is előadást hallgathattak, hogy szemgyulladás, szemölcsöt vagy éppen gombát lehet elkapni a fürdőkben. Ha például nem zuhanyoznak le alaposan a fürdés előtt, nem mosnak kezet vagy éppen lábat, mielőtt a medencébe lépnének. A tamási fürdővezetője azt mondja, éppen ezt a lábmosást kerülik ki a leggyakrabban a fürdőzők. Papucsot nem nagyon használják, és ugye akkor a csúszás veszélye esetleg fennállhat. Az is fontos, hogy a szaunába, a fafelületekre ugye törölközőt vagy lepedőt helyezzenek és úgy üljenek rá, talán ezt mondanám, illetőleg a lábmosót azt igyekszik mindenki ott kikerülni, ahol csak tudja, mert egy kicsit hűvösebb a víz, vagy jaj, most vizes lesz a lábam. A tudatos fürdőző kampányra azért van szükség a szervezők szerint, mert úgy tapasztalják, sokan nem tartják be a higiéniai szabályokat. Erre elsősorban azért van szükség, mivel a fürdőkbe gyakran a vendégek részéről is jön olyan jelzés, hogy a fürdő vízminőségével nem voltak megelégedve, esetleg túl klóros víz csípte a szemüket, bőrpanaszokat okozott, illetve a mi hatósági vízvizsgálataink alapján tapasztaltunk olyan kórokozókat a fürdővízbe, amik miatt a fürdőzők egészségét veszélyezteti a vízminőség. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya által szervezett tudatos fürdőző kampányának az a célja, hogy megváltoztassa a fürdőzői szemléletmódot és minimálisra csökkentse a járványok számát.